Hangos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes. Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban magunk mögött hagyva dr. Zsivágó fagyos orosz birodalmát, tovább haladunk kelet felé, egészen pontosan Indiába vezet az utunk. Megvizsgáljuk, hogy ott miként jelent meg a liberalizmus, és hogyan idomult a terület sajátosságaihoz a 20. század elején. Hajrá! Több filmalkotást is segítségül hívunk, hogy Ázsiának ezt a részét az említett korszakban könnyebben tudjuk bemutatni. Pár Ádám történész, politológus a legfontosabb illusztrációnak a Gandhi című életrajzi történetet választotta, amely valóban komplex módon mutatja be, milyen hatással volt Indiára a britek megjelenése. Mielőtt azonban a film elemzésébe kezdenénk, vagy inkább atomjaira bontanánk, ahogy gyakran előfordul, még végzünk némi környezettanulmányt, amit szintén megszokhattak a műsor hallgatói. Valamint a liberalizmus korabeli állapotának megismeréséhez Pár Ádám a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa ma, vagyis a 38. részben a beszélgetés elején általánosságban mutatja be az eszme alapjait. Annak mentén vizsgálódik, hogy vajon napjainkban mennyire látja tisztán a liberalizmus adottságait az átlagpolgár. Pár Ádám először arra a felvetésre reagál, hogy vajon túl nagy szigort képvisele a nézet azzal, hogy jogokat biztosít, de cserébe a kötelezettségek betartását várja el. A liberalizmus is tud szerethetővé válni, csak nyilvánvalóan ahhoz jobban rezonálnia kell az embereknek a gyakorlati problémáira. Tehát egyik az, hogy a jogok, meg a jogállam, meg az alkotmányosság, meg az intézményeknek a szétválasztása és egymást ellenőrzése az egy fontos érték, de hogy azt össze kell kötni az éppen aktuális társadalom kihívásaival, például klímaváltozás, ami mindenkit érint, és... De senkit nem érdekel. Hát egyre jobban fog érdekelni, tulajdonképpen akár az agrárpolitika, akár a környezetvédelem területén. Szóval egyébként lehet, hogy a liberalizmusnak lesz mit tanulnia például a 19. század végi 20. század elején népi mozgalmaktól, a narodnyikoktól kezdve a magyar népiekig, mert amúgy ők a szövetkezett ben nagy lehetőséget láttak, meg a TSZ alulról, nem a TSZ, voltak szövetkezetek alulról szerveződve, önkormányzati jelleggel, tehát hogy lehet, hogy a jövő az ilyen kis társulásoké, és nem pedig a nagy állami rendszereké. De ezt már most is látjuk, mondjuk, hogy akár előjeleit. Csak ez lassan, nagyon lassan alakul folyamat, ki. De 5-8 évvel ezelőtt nem tudtam volna elképzelni, pedig akkor már volt Facebook, hogy úgy szerveződjenek csoportok, hogy egyfajta cserekereskedelem alakul ki ismeretlen emberek között. És most ezt látjuk. Tehát, hogy egyfajta önállóságot is látsz, és valóban ezt a kis kicsoportos működést, és majd mi egymás között. Tehát kicsit az olyan, mint amikor azt mondja valaki, hogy akkor lemegyek és megtermelem azt, amit megeszem. Hát nem lehet mindent megtermelni nyilvánvalóan. De a szomszédom meg viszont tehenet tart, és a tejet meg tőle kapom. És egy kicsit ez olyan visszamegyünk az időben dolog. Most feltaláljuk az újrahasznosítást, és hogy tulajdonképpen ugye nagyanyáink ezt csinálták. És most ezt fedezzük fel újra, mert hogy rá leszünk, már most rá vagyunk szorítva, és ha már egyszer mi ugye filmeket veszünk ugródeszkának, ami alapján a történelemről szó van, tehát hogy ha valaki esetleg véletlenül eddig nem hallott volna a műsorból egy percet sem, akkor ugye a műfajt meghatározandó, alapvetően történelmi a témánk, és ehhez választunk filmet. Itt például szerintem nagyon nagy felelőssége volt általánosságban a filmművészetnek, hogyha visszaemlékszel a 70-es, 80-as években, ha mutattak egy környezetvédőt, akkor mindig az volt a csodabogár. Mindig az volt a fura, akivel a többség nem tud azonosulni. Jó van, persze, láncold oda magad a fához, hát nincs jobb dolog. Mert nem érezte még senki a súlyát. Ma már más lenne a jele. Vagy mi volt a másik véglet? Csináltak ilyen apokaliptikus filmeket, azt még most is megcsinálják, és ma már ugye a klímakatasztrófa általi apokalipszist mutatják be, de az meg annyira végletes, és az ember, ha nem akar valamivel szembe, akkor utána azt törli. Nem így lesz, nem így lesz, és már el is felejtette. Tehát valójában én nem tudok mondani egy olyan filmet, ami tényleg legalább
arra az egy estére fejbevágja a nézőt, hogy nem hobbiból kéne védeni a környezetet. Egyébként van nagyon sok film, amelyik... De populáris, ami sokakhoz jut el. De azért tudunk mondani, tehát azért mindenki szereti a bálnákat, ami a bálnák kiszabadításának igaz történetén túl azért felvet egy csomó mindent. Ott persze politikai együttműködés is, egy csomó mindent, igazad van, de ott meg el van adva az egész a cuki bálnákkal. Tehát, hogy a növények nem tudnak olyan cukik lenni. Meg a cuki eszkimókkal, meg a... Fókabébikkel, meg... Igen. Nyilvánvalóan a jövő azért az olyan eszméké, amelyek rezonálnak ugye a környezetvédelemre, meg erre az alulról szerveződésre. Hát kérdés az, hogy ugye a liberalizmus, ami ugye önmagában is sokszínű, és ahány ország meg térség azért annyiféle, hát hogy magába tudja jobban szippantani, ugye a zöld és vidékpárti, agrárpárti, kis önkormányzatpárti eszméket. Ugye vannak országok, ahol a liberális pártok például erősek a parasztság körében, például ilyenek a skandináv liberális pártok, amelyek egyébként szabad vegyértékkel, koalícióképesek értékeik alapján a konzervatív pártokkal is, és gazdasági érdekeik alapján a baloldali, szociáldemokrata pártokkal is, tehát, hogy azért vannak ennek példái, és hát ugye a másik, meg az a mi térségünk, mondjuk, ahol meg a liberális pártok 90 után beszorultak ugye a nagyvárosba, és egy kicsit elitista párttá alakultak, vagy egy ilyen atmoszféra vette körül őket, miközben egyébként a szocializmus hagyott maga után elég sok ökológiai problémát, meg azzal összefüggő társadalmi problémát, amire lehetne reagálni. De ez egyébként a résztvevők hibájának tudható be most az a fajta elitistává váló liberalizmus, amiről Magyarországon beszélünk, vagy pedig félreértelmeztek valamit? Hát szerintem félreértelmeződött ez a viszony. Hát eleve ugye a liberalizmust azt nagyon sokan egy ilyen antikommunizmussal azonosították. Na most ugye nyilvánvalóan hát egy idő után be kellett látni, hogy abból nem lehet örök időkre megélni. És hát ugye a történelmi hagyományok is közre játszottak, tehát az, hogy fölmelegedett ez a bugyuta, urbánus, népi ellentét, miközben nem is olyan ellentét volt, meg nem is volt az igazi ellentét. De ha szítják, akkor sikerül. Meg a Horthy korszak, főleg a Bethlen rendszer politikai vezetése irán nagyobb volt az ellentét külön-külön, tehát a résztvevők annyiban hibásak, hogy nem utasították vissza eléggé ezeket a történelmi tévutakat, vagy történelmi tévedéseket, hanem még rájátszottak, és belemanőverezték magukat abba, hogy ők a kevésbé érzékeny, szívtelen reformerek. Szerinted folyamatosan változóban van a liberalizmus, ha mondjuk az itthoni helyzetet nézzük? Tehát van esetleg a képviselőiben egy olyan szándék, hogy valóban az legyen a liberalizmus, és azokat hangsúlyozza, amiről eddig is beszéltünk, ami a kezdetektől megvolt. Alkotmányosság, vagy pedig ezt a stagnálást, amit az ember mindig az adott korban érez, ezt most egy valós stagnálásként kell elfogadnunk. Hát én úgy láttam, hogy van egy stagnálás, igen, a liberalizmust illetően, de hogy már mondtunk ugye 3-4 olyan területet, ami egy kitörési pont. Egyébként nem csak neki, hanem a többi eszmeáramlatnak is. Nem csak most így elgondolkoztam a kis önkormányzati működéseken. És visszajutottunk a kiinduló ponthoz, az orosz obcsina, orosz meg ukrán obcsina gondolathoz, amit Herzen fölvetett, bocsánat. Persze, csak azért, hogy belegondoltam, hogy most, amikor nincsenek független önkormányzatok, mert aki független, az sem független, tehát, hogy valójában most a gyakorlatban nézve politikai szintéren az, amit mondjuk a Facebookon kicserélem a szoknyámat az ő pulóverére, az nem látom magam előtt, hogy az megvalósul. Hát lehet ezt a fajta barter kereskedelmet, meg a szövetkezeti gazdálkodást, ezt lehet egyébként kivinni a digitalizációból a valós viszonyok közé, a valós életbe, települési szintre, tehát, hogy én ezt nem írnám le, de hát nyilvánvalóan
felmerülhet a kérdés, hogy ugye a létező gazdasági rendszerben ez hogyan illeszthető be, mert a mai világban azért a deregulációnak az elvét, tehát azt, hogy minél kevesebb közösségi meg állami szabály legyen, azért azt nehéz összeegyeztetni például ezzel a kisközösségi gondolkodással, mert hát ugye nyilván szabályozni kell, hogy ez működhető legyen. Szerintem a földrajzilag most ilyen egész logikusan haladunk, nem? Mert több adásra ezelőtt, amikor Európa közepéből már elindultunk kelet felé, és tisztáztuk, hogy ugye a Dr. Zsiválgó, meg hát egyébként több, mert a háború és békét is említettük, tehát több egyébként a Oroszországhoz köthető regényt, illetve abból készült filmet megbeszéltünk, és azon keresztül megismertük egy kicsit a történelmet az 1700-as évek végétől, egészen az, hát hogyha a Dr. Zsiválgó végét akkor akár a két világháború közötti időig. De már akkor is mondtuk, hogy tulajdonképpen, ha az egész birodalmat nézzük, akkor az Eurázsiáig kitart. És hát innen haladunk tovább, mert az már Ázsia, ahova mi megyünk, még akkor is, hogyha az emberek nem arra gondolnak rögtön, hogy Ázsia az India, attól még India az Ázsia. Pedig ugye India nagyon fontos szerepet játszik a kultúrtörténetben, mert a Közel-Kelet mellett a legtöbb vallásnak a szülőföldje. És igen, hát amikor azt mondjuk, hogy indiai liberalizmus, akkor honnan is érdemes elkezdeni? Hát kezdjük először is onnan, hogy ugye 1603-ban megalakul egy kelet-indiai társaság, a brit, pontosabban akkor még nem brit, hanem angol kelet-indiai társaság, amelyiknek van flottája, magánhadserege, partra szállnak a indiai félszigeten, vagy hindusztáni félszigeten, ahol már ott vannak a portugálok, ott vannak a franciák, ott vannak a hollandok. A hollandusok. Így van, és ugye az angolok szívós munkával igyekeznek a vetélytársaikat kiszorítani. Elég jók benne. És elég jók benne, így van, és 1757-ben ugye a Plessi csatában sikerül is a franciákat meg a szövetségeseiket megtörni. Innentől kezdve kezdődik egy zseniális történet. Ugye a brit gyarmatosításnak az egyik ilyen sikertörténeteként eladott indiai vállalkozás. A korona égköve. Nem az volt a korona égköve? Korona égköve, így van. Volt így egy ilyen sorozat is, és az Indiára volt. Így van, korona égköve, tehát nem az Arany János Velszi Bárdok című költeményében szereplő Velsz, hanem ugye India, bár kezdetben ez az égkő azért eléggé vitte a pénzt, és nem hozta, mert meg kellett hódítani. Hát ez ilyen, tehát először ugye tőkét fektetsz be, hogy aztán legyen hozam, de egy pillanatra rögtön már így megállnék azért, hogy a hallgató szerintem már sejti, hogy mely film lesz, amelyhez majd el fogunk jutni, de azért mondom a Gandhi, mert hogyha most mondanom kéne még egy filmet, ami India történetét ennyire átfogóan mutatja be, főleg egy ennyire jelentős személyiséget kiválasztva. Hát én azért tudnék a közelmúltból egy populáris alkotást, ugye az Abdul és a királynő, vagy a királynő és Abdul, ami ugye nem kifejezetten egy nagy történelmi tabló, hanem két ember privát története. Privát történetet mondhat én is, volt például, és az is igaz történet, egy nagyon jó matematikus srácról szól, a századforduló idején, indiai származású, és ő ösztönösen érezte a matematikát, Dev Patel játszotta, és nem fog eszembe jutni a filmnek a címe, magához vette egy olyan kicsit leereszkedően atyaján, amiről már beszéltünk, egy angol úr, és elvitte talán Cambridge-be, azt hiszem, ott kiderült, hogy zseni a srác. És mi történt? Meghalt tüdőgyulladásban. Amit egyébként az Abdul és a királynőben is látunk az egyik indiai szereplőnek. A Mohamed nevű szolga. Ha egyszer nem ehhez van szokva, akkor ő nyilván érzékenyebb lesz nyilván egy ilyen időjárása. Tehát én most csak arra gondoltam, hogy igen, ott is kapunk valamit abból, hogy egy, nagyjából milyen lehetett az indiai kultúra, kettő, hogy a britek mennyire nem voltak vele tisztában, hogyha visszaemlékszünk arra a jelenetre, amikor felöltöztetik őket, hogy miben menjenek a királynő elé, és így állnak szerencsétlenek, hogy hát de nem is így néz ki, arról nincs is rajta őv, igen, de ami benti jöttetek, hát az tök semmilyen, hát abban nem lehet oda menni a királynő elé, ezért mint valami mesejáték hőseit úgy öltöztetik fel őket. Igen, de azért Abdul egy idő után nagyon jól érzi magát ebben a szerepben. Igen. Ellentétben Mohameddel, aki ugye a honvágy egyrészt, igen, de ez azért Indiáról nem mutatott egy összefogó képet, de
most így hirtelen eszembe jutott, hogy hát a gettó milliómos. Na, ez igen. Tehát ez most akkor szembeszállok magammal. Arról nagyon régen amúgy már beszéltünk a gettó milliómosról. Igen, mert hogy, és aki nem látta, az nézze meg. Igen. Szerintem ezt így üzenhetjük. Így van, és mondjuk az a közelmúlt. Igen. Indiáját, sőt, egy kicsit a jelen Indiáját is bemutatta, mert a végén már egy felhőkarcolós világban persze, tehát játszódik. Hogy talán a 70-es évektől kezdi el, azt hiszem. Igen. Tehát ilyen szempontból az nagyon izgalmas, de valóban már önmagában az, hogy Gandhi viszonylag hosszú életet élt, és pont abban az időszakban, amit már ugye elkezdtél mesélni, a brit birodalom részévé válás, elszakadási kísérletek, és a többi. Azt hiszem, hogy nem érzett senki késztetést, hogy még egy filmet forgasson Gandhiról. Bár biztos feltűnt a karakter más filmekben, de nem ilyen formán. Nagyon csodálkoznék, hogyha Indiában nem készült volna azért jó néhány film. De Bollywoodban, ugye az indiai filmgyártásban minden elkészült. Minden is, ahogy szokták mondani, mert hogyha keresel mondjuk egy hollywoodi produkciót, és megnézed, hogy annak van-e bollywoodi változata, biztos, hogy vagy három van, azzal a különbséggel, hogy a végén mindenki együtt táncol. Igen. Na, mindegy, ez mindegy. Egyébként tehát Gandhi alakja feltűnik több amerikai filmben, sőt, van olyan is, ahol ugye merényletet is megkísérelnek ellene, de az nem a valódi merénylet, amiben ugye aztán meghal 48-ban, hanem egy másik. Igen, amúgy ez egy érdekes sztori, ez az indiai történelem, mert azért itt, amikor azt mondjuk, hogy India, akkor mi nagyon egységesen gondolkodunk, nagyon egyneműsíti a gondolkodásunkat, ezt a önmagában is, hát egy fél Európát kitevő félszigetet, hiszen eleve, ahogy említettem, több vallás hazája, eleve itt van az őshonos hinduizmus, szülőhazája ez a buddhizmusnak, 7. században megérkezik az iszlám, amelyik nagy mértékben átformálja a szubkontinens. Szerintem egyre inkább. Egyre inkább, de lényegében Észak-Indiában szinte végig egy muszlim fennhatóság van, tehát muszlim dinasztiák vannak. Ugye megalakul a hinduizmusból a jainizmus, ami tulajdonképpen egy filozófiai irányzat, amelyik a szemlélődésre és a belső tisztaságra és minden élőlény tiszteletére helyezi a hangsúlyt. Ezt egy Mahavira nevű aszkéta alapította, nagyjából Buddhával egy időben élt, az 5. században Krisztus előtt, és ő azért fontos, mert Gandhi az elveinek a jó részét ettől a Mahavirától veszi, illetve a jainizmusból veszi, tehát az ahimsa, az erőszakmentesség elve, ami Gandhi politikai filozófiájának a tengelye lesz, az jainista gyökerekkel rendelkezik. Aztán ugye élnek itt őshonos keresztények, a Tamás keresztények, akik onnan kapták a nevüket, hogy állítólag Tamás apostol, Jézus tanítványa eljutott egészen Indiáig, mert így akarta levezekelni, hogy nem. Kételkedett azért lettek Jézusban. Tamás katolikusok, mert eleinte még hinduk voltak, hát de kételkedtek. Lényegében kételkedtek. Aztán nyilván vannak törzsi vallások, különösen a országnak a déli részén, meg a dzsungelekben, és egyébként élnek zsidók is, és aztán a brit misszionáriusokkal megjelenik nyilván az anglikán vallás, meg a metodizmus, és így tovább. Ja, és a szikekről még nem is beszéltünk, akik szintén egy különálló csoport a hinduizmusból kiválva, akkor ugye nagyon sok dinasztia alakul. A történetünknek a kezdetén, itt a 18. században India, hát kicsit olyan ez a Mughal birodalom, amelyik itten uralja Indiát, mint a német-római császárság, hogy ugye van egy nagy központi uralkodó, akit elvben elfogad mindenki, de hogy alatta ilyen külön fejedelemségek vannak, és vannak muszlim uralkodók, vannak hindu uralkodók, és nagyjából mindenki elfogadja, hogy hát 1526 óta van egy ilyen Mughal birodalom. Milyen érdekes egyébként, hogy 1526 a muszlim birodalmak történetében, milyen fontos mérföldkő, tehát amikor a Mohácsi csatában nyer Szulejmán, akkor ugye egy új muszlim dinasztia fölemelkedik Indiában. De ezt mondjuk a véletlenek tudjuk, és nem semmiféle szinkronicitást nem keresünk ebben a dologban. Hát nem keresünk ebben a dologban. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy ez időtájt,
16. században annyi muszlim államvallású birodalom van, mint ahány keresztény birodalom Európában, és ha belegondolunk abba, hogy ebből a 19. századra az oszmán birodalom marad, az is meggyengült állapotában, akkor ugye érzékelni tudjuk a Európának vagy a nyugatnak az előretörését. De itt még egészen más volt a helyzet a kora újkorban. Delhiből, vagy Bagdadból, vagy Kairóból nézve egyáltalán nem úgy tűnt, hogy a nyugat felemelkedőben van, hanem hát úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben van. Uh-huh. Kicsit olyan volt a hangulat, mint ma az Európai Unióban, hogy hát mi olyan békés, biztonságos, és hát kicsit azért olyan felsőbbrendűbb egység vagyunk, viszont ugye pont az iszlám hagyományok miatt odafigyel az emberek jólétére. Az Európai Unió? Hát a jóléti állam Európában bontakozott ki. De hát szerintem ez nem csak a muzulmán vallásnak a sajátja, hogy éljünk jól. De ugye a kötelesség, tehát a zakat, az alamizsna adás az egy nagyon fontos kötelesség, ugye minden muszlimnak kötelessége a jövedelmének egy részét, általában 1,5%-át adózni, a vallási parancs. És azért gondoljunk bele, hogy ameddig a karavánutakat, kereskedelmi utakat ellenőrzik az oszmán birodalomban, vagy a mugál birodalomban, vagy Iránban, hát addig például alacsonyan lehet tartani az élelmiszereknek az árát. Ugye, mert egyébként a nem muszlimok fizették a személyi jövedelemadót, hogy így mondjuk, igen, a védelmi pénzt, viszont az áfát mindenki fizette, de az, ami benne volt az élelmiszerek meg az alapcikkek árában, de mindaddig, amíg a birodalmon belül vezettek a kereskedelmi utak, az szándékosan alacsonyan lehetett tartani. Na. Most pillanatnyilag akkor azt lehet mondani, hogy Szaúd-Arábia él a legvallásosabban, nem? Mert ott a legmagasabb a jólét. Hát már akinek. Oké, azt is tisztázzuk, hogy mit jelent a jólét. Igen, mert az, hogy az van a well-being, az, hogy jól levés, hogy jól érzed magad, meg az, hogy vannak állami intézmények, amelyek úgy, ahogyan működnek, az általában, igen, két külön dolog. Csak általában a jóléti társadalomnál az ember azt rakja hozzá, hogy tehát van pénzed. De nem erről szól. Hanem az, hogy egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, nyugdíj. Azt gondolom egyébként, hogy az iszlám világban ilyen szempontból véve a nyugalomnak az érzete volt ebben az időben, mert ugye még úgy érezhette magát az átlag polgár, hogy így mondjam, hogy ugye a nyugatiak nem sok vizet zavarnak. Hát jó, portugálok már megjelentek ott Indiában, ott szétlőtték Calicut kikötőjét, meg ugye, hát eleve, hogy oda eljutottak, az egy muszlim révkalauznak köszönhető. Persze a muszlim forrásokban azóta is mondják, hogy ez az arab hajós térképész, aki elvezette a portugálokat Indiába, hát ez biztos egy alkoholizált állapotban tette ezt. Ő volt az, aki Kolumbuszt is elvezette Amerikába, és azt mondta, hogy ez India? Az már nem. Mindenesetre az a lényeg tehát, hogy egy csodálatos kultúrája van ennek a mugál birodalomnak. Egyébként a Taj Mahal is ekkor születik meg a 17. században. De szomorúságból, fájdalomból, gyászból. Így van. És talán ezért fehér, nem? De ezt most csak így betippelem. Igen. A következő adásban Pár Ádám történész, politológus folytatja India kulturális és vallási szokásainak ábrázolását. A terület 19. század végi sajátosságai vagy ismeretlenek jobbára még ma is, vagy nem pontos a tudásunk a rájuk telepedett sztereotípiák miatt. A Gandhi című film mellett ismét példaként szolgál a 80 nap alatt a föld körül egy konkrét jelenet sora, de még az Indiana Jones franchise egyik darabja is előkerül egy vallással kapcsolatos legenda okán. Ez volt már a Hangos Film mozgóképizmus, legközelebb ismét szombaton délután 13:30-tól várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is, hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra! Hangos Film mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnes.